Azt mondja Keretsen azt, hogy végre megérkeztünk, Billy, ez. Igen, hát ő elhívott a saját hoteljében mindenkit, szóval itt fogunk sajtokkal lenni egészen még. Nem, azért, hogy nem. Biztos, hogy nem. Elméletek Wednesday mondja, hogy ez itt Billy hotelja. Ha, kicsik és strong, én is azt mondom. Kristóf azt mondja, hogy elméletileg ez a legtrendibb, a legmenőbb hotel itt az egész városban. Ó, Bád azt mondja, azért óvatosan menjünk át az úton, hiszen tényleg, itt a zebra van, azt egyáltalán nem érdekli az autós, hogy zebra van. Oké, srácok, szétnézni, mint élőben. Ó, mi se? Szegény gyerek, majdnem engem is. Haló! Most mondtam, hogy szétnézd, aztán erre mit csinál? El is ütött elsőnek az autó. Jó, át tudott jönni mindenki. Én leszek most az, aki figyel mindenkire. Szóval gyertek is, elméletek, menjünk be. Ott vár minket, Billy. Gyertek, srácok, hölgyeket előre! Hölgyeket előre engedni! Nem azért, mert félemet a sortal, de jó, de azért is. Hölgyek, megyenek csak nyugodtan. De a bátor hölgyek előre tudnak menni. Meglocsoljuk itt a hölgyeket, Billynek itt a hotel. És a Billy, szeretetek, srácok, Billy, egyes írjátok a csetre, hogyha Billy rendes, kettes, hogyha Billy egy bolondos. Szerintetek, akinek akad, az vegye lentébe, a minőséget nem akadhat, hiszen fullos a netem most már. Ó, azt mondja Billy, hogy üdvözöllek titeket a hotelemben. A felső, vagy nem, milyen felső, azok a szobák, amik üresek, az 5. emeleten vannak. Wow, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Mónika, Kincses, Demeter a menő sajtszinten. A csatlakozás menüponttal tudtok nagyon menő sajtok lenni, és élőben velem játszani itt az adásokban. Oh my god, a lépcsőkön kell az 5. felmenni, hiszen elromlott. Az konkrét, beérkeztünk a hotelba, lesz egy jó hétvége, nagy parti, nagy evések, erre mi van? Sorry srácok, az 5. kell gyalogoltok, hiszen warning, mindenféle warning feljöttek, akkor gyertek! Na már valaki az autón, már valaki enne az automatába, ezt nem hiszem el. János azt mondja, hogy menjünk föl, az 5. jegyezzük meg, hogy miért rossz szobában nyissunk be, az 5. Várjál már, János mondta, hogy amúgy srácok, láttátok, Rippi! Várjam, ez lehet, tehát mi most beszélgettünk a recepción Billyvel. Meghalt Billy, de nem lehet! Azt mondja, hogy a vendég, valószínűleg csak ott kamusztak. Hát a saját hotelje előtt ott kamusztak volna, ilyen, hogy a tulajdonosnak annyi lenne. Nem tudom, nyomjatok egy lájkot, hogy legyen még. Egy lájkot, srácok, hogyha legyen még élőadás. Na mindegy. Megnézzük, a hanyadik szinten vagyunk. Konkrétan az 5. annyi kellett, hogy le is ment a nap, amire fölmentünk. Hát az gyönyörű, megnézzük, hogy éjszaka van. Én ennek nagyon örülök, hogy már éjszaka van egyből. A 4. szinte még, srácok, jöjjön mindenki, még az 5. valahogy föl kell menni. Valahogy muszáj, hogy fölmenni. Barcinho azt mondja, hogy mindenféleképpen menjünk és foglaljuk el a szobákat. Én az 501-es leszek. Én az 501-esbe leszek. És hanyas szobát kaptam? Kik a szobatársaim? Itt ez a menő kis karakter, illetve egy másik nagy főnök. Go to sleep, Aksa. Hát a két férő, hogy aludjunk-e egy ágyon hárommal? Bolondos játék, hát ezt nem hiszem, mert hárommal kéne aludni egy ágyon. Hát az not oké, okay, az not oké. Okay. És akkor most alszunk egy kicsit. Jó éjszakát. Haló? Jó éjszakát kell, itt van az egész banda, hogy veszem észre. Az egész banda itt van a helyszínen. Azt veszem észre, hogy egy erdőben vagyunk, szerintem, és eléggé durván sötét van, nem tudom, hogy vagytok vele. Ádámka azt mondja, hogy hol vagyunk jelenleg? Ádám, én is ezt kérdezem! Vezeti azt mondja, hogy külszem sincsen, úgy tűnik, hogy egy erdőben. Én is erre gondolok. Nem örülök, hogy itt vagyok, sötét van és félelmetes. Igen, Keretsen, én még egy szót se szóltam! A némasági fogadalmat kötöttem ezzel a játékon belül, hogy veszem észre. Hát az komoly, én majd, hagyd mondjam, valami nagy bölcsességet én is akarok itt Keretsen mellett mondani, léci, valami nagy bölcsességet. Aj, Kristóf azt mondja, srácok, srácok, ott valami fénylik, ez Billy, egy rózsaszín Billy, milyen neve van, Resna, Ru, Rán, aha, ott van Billy, és hozz ilyen kis léze, s fussatok már, ott állnak a szobatársamot, Na jó, oké, Billy elnyelte az egyik szobatársamat, nagyon jó, oké, most már megoldódott az áll, és így medve csapdák vannak lerakva a földre. Srácok, nekem kéne zseblámpa, lehet a szóba venni zseblámpát, hogy akármit. A medve csapdában nehogy belelépjetek, hogy állom úgy, ura, atyám, kb. Feleződött a társaság, már most a játékra én feleződött a társaság, oké, én csak szépen futogálok előre. Valaki belépett a medve csapdába. Legyen Brosztász, tényleg legyen Brosztász, mert arra gondoltam, hogy holnap az lenne amúgy. Vagy Roblox, attól függ az, hogy melyiket. Mit szeretnétek? Egyes az, hogy Brosztász, kettes az, hogy Stumblegász. Írjátok meg a chatről, hogy mi legyen. Én meg szerintem... LOL, na jó, hát én nem merek ennek neki menni. Jó, de nem is kell. Oké, okay. Meglek a többiket 12-ből.
2, 4, 6, 8-an maradtuk, ezt nem hiszem el. Akkor inkább Brawl Stars vagy Stumble Guys, 1-es Brawl Stars, 2-es Stumble, amelyeket szeretek. Át kell menni ezen a kis cuccon, hát én nem biztos amúgy, hogy ezen át szeretnék menni. Azt mondja Gergő, hogy mi történt srácok, hát az az ember úgy nézett ki, igen, hát úgy nézett ki, mint Billy, hát mert szerintem az Billy volt. Így van, Dead Billy a poszterről. 2 Billy van, vagy a másik az valami csak ilyen... Azt mondja David azt, hogy húzzunk innen, én is azt mondom, hát ezeken abban, végre mondom, bevágol, láttatok, amikor én szóltam meg, bevágolt. Kimondtam egy mondatot, és konkrétan összebágolt az egész. LOL, ugye nem velem akar valamit kezdeni, Billy, láttátok, mindenkinek szépen kiírta, láttatok, az egyébet meg így kisatírozta, meg mindenféle akármit csinál, itt óvatosan, mindenki nézzen a láb elé, ó, ez jó, bevállaltam ez az ugrás, ezt nem kellett volna, de mindenki néz, mi, nekem valami kapcsolatom lehet itt Billyvel, azt, hogy az én, ó, az én nevemet így kipixelezte, még ilyenek, oksa, átjutottam eddig, tökéletes, átjutottam eddig, Marcinho is beleesett, János is beleesett, ezt nem hiszem el, srácok, ezt nem hiszem el. Konkrétan egyedül maradtam az egész szobában, gyertek velem, 9 másodpercet van tovább, ha, rá... Bra, hát Kristóf is beleesett ebbe a kis cuccba, 1 másodpercig van, nagyon hamar ideértünk, 3 sajtos fejű maradt velem együtt, ez nagyon nem oké. 3, 4, 5, 6-an vagyunk, gyorsan át tudtuk présen magukat, fákja, store, vegyek egy ilyen zseblámpát, vagy veszek egy zseblámpát, azt segítek a többiek is, 50 év veszek egy zseblámpát, gyorsan, flashlight, oksa. Remélhetőleg megvan, nem adta oda, de szerintem le se vonta. Jó, hogyha nem lesz cutscene, akkor gyorsan veszünk egy zseblámpát. Itt most gondolkozzunk el, becsukódott mögöttünk ez. Kerecsen kérdezi, hogy most ugye csak szórakoztok velem. Jaj, egy maze, na ide mindenféleképpen kell. Ide nekem mindenféleképpen kell ez a flashlight. Alig valahogy ki kell élnem, hogy itt kerülnünk Billit. Hol a flashlightom? Itt van, megkaptam! Lent, ugye mi volt, hogy világít? Jaj, nagyon jó világít, nagyon jó. Akkor ezt tudom használni, gyertek sajtok! Mutatom az utat! Olyan meg, mint a nagy Szent János bogarak. Világítok az éjszakába. Én vagyok a fény az éjszakába. Követem, amúgy nagy izé vagyok. Beszélek, hogy mekkora nagy királyok, az közben harmadikként kuncogok itt hátul. Mint ha én vezettem a sort, az közben itt menőszök azt, hogy ügörünkön engem. Ah, jó, oké, azt hittem, hogy majd spike-ok, hogy valami kijönnek. Köszi szépen Lili Horváth a feliratkozást. Ha most élőben feliratkoztok, kiír a neveteket ott a jobb középen. Követjük itt Baldékat, illetve valakinek egy torcsa van? Az konkrét? Hát itt nagyban lehet Billit föl lehet gyújtani, hogyha véletlenül trollkodna velük. Hogyha vége a sztorinak, akkor Brookhaven-ezni fogunk egy kicsit, hiszen jöttek update-ek, kipróbálunk minden. Discord szerverem az jelenleg most nincsen. Földmarad az élőadás, hogyha véletlenül lekésnétek, földmarad az egész élőadás, szóval az egész terjedelmét meg tudjátok nézni, hiszen ez egy nagyon-nagyon izgalmas, már eddig is ez a sztori játék. Éppen, hogyha most érkeztetek volna, úgy volt, hogy elmegyünk egy hotelba, ott nagy parti, bulika, rendeljük a pizzákat, tévészünk, egész este beszélgetünk, erre hát beeste lett, amíg fölértünk az emeletre, és egy sötét erdőbe valaki elteleportált, mint ez a hotelnek a belseje? Mert ez egy hotel ajtó, Bát mondja, hogy megtalálta az exitet. LOL, a hotel belsejében voltunk egészen végig. Csű, hát az azért el se hiszem, hogy ilyenek vannak. Kövessétek a hangomat. Á, jó, Bát, követjük a hangokat, rendben, én benne vagyok a hangodal. Én, jó, azt hittem, hogy ott vagy, bolyba vagyok. Haló, itt láva az ajtó. Van gyufája, az nagyon jó, az a meg tudjuk gyújtani. De miért láva az ajtó? Vagy csak ez egy normális. És itt vagyok a hotel szobában, és most... Igen, Bált van itt a... Ez tuti, hogy igazi volt, és nem állom, mert nincsenek itt a hálótársaim, vagy hogy mondjam ezt, szobatársaim. Báltal vagyok itt a szobában, és a többiek már nincsen, és a stáblistás sincsenek. Na jó, ez biztos, hogy nem álom volt. Gergő, ez nem álom volt. Jó, látogassuk már meg a többieken. Van egy Nintendo, van egy aranyos kutya. Én ezt mondom, hogy ez tudja, hogy nem állom ott. Köszi Anita Farkas a feliratkozás. 503... Bemerjük ide menni? Jó. Jaj, ne. Már ki van itt? Itt Wednesday van szerintem. Az recepcióstól tényleg. Kérdezzük meg. Zaz Gaming, köszi a feliratkozás. Itt van a stairs. Itt le tudunk menni. Fú, nagy menő vagyok, de most azért ilyen helyen most már zseblámpám semmit nem ér. Billyvel kell. Ott van Billy neve, szóval még ott van alul. Ott van alul, szóval most Billy, ezt szerintem le tudunk futni. Kösz, hogy a lájkoltok és Joe the Goat, köszi a feliratkozást mindenkinek. Legyetek menő sajtok úgy, hogy feliratkoztok. Egyetlen egy kattintás választ, hogy 98 millió százaléka menőbek legyetek.
Második szint, oké, tökéletes, köszi KD csapat van, köszi a feliratkozás. Megyünk szépen lefelé, a lefeléje, és Billy mond, hogy Billy itt vár minket. Hello, szia Billykém. Hi guys, köszönöm, hogy sziasztok srácok, eddig élvezitek az itt léteteket? Hát Billykém, 10/0. Nem, valami nagyon furcsa történt velünk az éjszaka folyán, Bald mondja. Hát igen, ugyanaz az, de ez nem áll. Na jó, döntsük el egy és most. Srácok, egyes a chatter, hogyha szerintetek álom volt, kettes, hogyha igaz volt. Végig kellett futnunk egy erdőr. Billy azt mondja, ez nagyon furcsa, igen. Megint ez a bákolás volt, mint amikor én beszéltem először. Most konkrétan kirázottak, de ezt láttátok? Ugyanaz volt, mint nekem. Nem számít, nem számít. Én megígérem nektek, hogy biztos. És megint összeolvadt a nevem. Láttátok? Nekem kapcsolatom van Billyvel. Most is az én képem összeolvadt, amikor ő beszélt. Nem érzem magam biztonságban, ahol én is. Benzé, és megképes, hogy estelenik be ilyen hamar? És miért? Szerintetek se volt álom, én is ezt mondom. Köszi Alisa Mészáros, hogy feliratkoztál. Lement a... Billy, itt a lobbyba itt el leszek. Itt a lobbyba itt el vagyok, és kész. Igen, maradjunk. Gergő azt mondja, hogy maradjunk ugyanabban a szobában. Ez biztos, hogy igaz. 100%, ez nagyon, nagyon, nagyon jó. Csak melyik szobába? Melyik szobába? Jó. Room 503, megbeszéltük, hogy mindenki az 503-as szobában marad. Tökéletes. Hú, oké, menjünk aludni. Oké, akkor most hatan fogunk aludni egy ágyban, semmi probléma. Azért, hogy most egybe tartsuk, én bemülök a szekrénybe. Engem nem érdekel, megint alszunk. Na most mi lesz? Hát, ha most Barbie Land-en leszünk, és csak jégkrémet teszünk egész nap. Léci! Köszi Game Galaxy-s a feliratkozást. Megint valami táncsön, de már! Megint valamilyen, nem tudom, egy pörtön! Ő, a lézerfürdőkön kell menni át, nem! De miért maradunk ebben a hotelben? Miért nem húzunk el innen? Uram, atyám, ott meg valami easter egg, vagy valami, melyik irányba menjünk? Lézer vagy? De a híd az leszakad. A híd az tuti, hogy le tud szakadni, alattunk. Én nem merek arra menni. Én csak erre merek menni, ezt át tudom ugrani. Valami kulcsot meg kell keresni, és be kell illeszteni ide. Hogy akkor mind a két oldalt meg kell fejteni, és ide be kell illeszteni valamiket, és akkor nyílik ki csak az ajtó. Köszi Nyuszi barát a feliratkozás. Oké, srácok, én elvállalom ezt a részt. Ti menjetek szépen a jump pedlibe. Ezt is úgy kell kiszámolni, mint az állat. Hozzá se életünk a lézerhez. Szépen átjövök. Egy sajtarab a kiút! Oh my god! Az első kiút egy sajtarab kell, és ezt beillesztettük. Ja nem, ez egy gyémán, csak bele volt olvadva. Nagyon jó, kinyílt az ajtó, akkor úgy tűnik a másik irányba nem kell jönni. Király sirály! Jaj ne, itt valami izé van. Remeg az egész kép, szóval valószínűleg itt omlik alattunk a bánya. Szóval futás sajtó, mindenki ugorjon, omlik alattunk a bánya, én úgy érzem. Itt a fán ezen nem szívesen állok. Jó, felcsimpaszkodok. Oké, felcsimpaszkodtam. Mindenki, ne zavarjuk, nagyon fontos, ne zavarjuk egymást. Itt kiírja, hogyha véletlen valaki kiesik a játékbotóra. Én fölértem, köszi állunk untáhun. Vagy aluket a feliratkozás, sorry. Szavasz Pantalány, szavasz Gamervin, császtok, remélem jól vagytok. Éppen egy békés hotelezések lettek volt a hétvégén. Nagy bulik, evések, tévézések, minden. Helyette hát börtönökből kell kiszabadulni, ahol jön föl a sav, meg ilyenek. Szóval igen, egy átlagos hétvég egy Roblox sztoriban. Elő is veszem újra, világítok, megint leszek a Szent János bogár. A fény az éjszakába. Az én vagyok jelenleg, szabaduljunk ki. Rajta vagyok, hogy kiszabaduljunk. Szépen, oké, ez itt eltömítődött. Valahogy erre az ajtóra kéne kiutat találni. Átvizsgáljuk a falat. Ó, na ne idegesíts. Megint egy hotelen belül vagyunk. Exit, not exit. Na jó. Egyes, not exit, kettes, not exit. Melyikre menjünk? Egyes, not exit, kettes exit. Melyikre menjünk, sajtok, gyorsan, chatre? Kommentbe! Uram, atyám! Melyikre menjünk rá? Exit, ott van egy ilyen kis valami. A Nat Exitre menjünk, mindenki azt mondja, a Nat Exit. És ott van egy Shiba Inu.
Uram atyám, hát ez na, biztos, hogy nem. Az egyes, oké, okay, akkor Natexit, mindenki a Natexithez megyünk, oké, okay, oké, okay, menjünk a... Elméletek, ez a nem kiárat, de nézzük meg. Kinyitjuk. Lici, cukorka. Jó, ez lesz a jó. Az előzőben, az előző mapon ez volt a jó. Tudja, hogy ide megyek be. Tudja, hogy ide megyek be, király, király. És visszajöttünk. Mi ez a... Figyeljetek, már ott van egy... Egy olló. Eddig ez nem volt itt, ez az olló. Mit? Ezt ki tudom vágni, ki tudok valamit vágni. Gyorsan megfürdök, mert azért leizzadtam. Jó, kaka belefér, egy kaki. De várjatok már. Azt mondom azt, hogy el kéne hagyni ezt a hotelt. Hát én, igen. Élőben is ezt mondom, körülbelül már 45 perce. Nem tudom, ezzel nem tudok semmit se kezdeni. Húzzunk innen. Meg... Mit gondoltok, merre mentek? Billy a recepciós! Srácok, ugye nem arra voltatok az, hogy most elhúztok innen? Billy, gyere velünk! Itt egyáltalán nem biztonság, és én azt mondom! Úristen, de kedves vagyok. Nem, ez az én otthonom! És ez lesz a tiétek is. Oszta! Nem hagyhatjuk el a hotelt, és menekülni kell Billy ellen, akkor most visszamegyek a szobába a cuccér, az ollóér. Ha azt most fölveszünk, akkor nem bírok visszamenni. Oké, okay, hát akkor ez gyorsan. Ezt a nagy pajszert, a nagy feszítővasat, a feszítővasat, add már ide! Légy szívem, nem bírok fölmenni a feszítővasat. Szevasz, egy silkes lány, köszönöm szépen, hogy sajtag vagy, nagyon király vagy. Úristen, 100 HP vagyok, szóval mindenki meneküljön. Nálam nincsen azokon, valaki föl tudta venni, de nem lehet fölvenni a feszítővasat. Köszi a 300 lájkot, nyomjatok egy lájkot. Most kell legyőznünk valahogy Billit. Én csak futogálok ide-oda, az elég, hogy ezt meg tudjuk itt oldani. Egy másodpercre se tudok most másra figyelni, hiszen muszáj. Mióta megy fél órája, megy 26 perc vagy az élőadás, vagy 24. Oksa. Eddig elméletileg én megpróbálom azt, hogy be tudok ide jutni valahol. Stairs! Nem bírok bejutni, akkor most csak a meneküléssel járhat az agyú. Aj, ezek a bevillanok de idegesítőek, Oksa, szépen ez megvan, hizgán. Elméletileg eltűnt, és időutazó koronikák, köszi. Elméletileg blokkolja egy ilyen erőmező, ezt vesszük észre, ezzel hogy kéne átmenni? Valahogy ki kéne feszíteni szerintetek ezt, hogy most lesz szükség majd a... Aha, én megpróbálom ezzel kifeszíteni az egészet, hogy fogalmasítja, a feszítővas az valószínűleg egy kicsikét hasznosabb lenne, de megpróbálom, igen, scissors, kerecsen talált ollót, tökéletes találat, és ott a másik a feszítővas, ha véletlenül megtámad minket, akkor szerintem azzal is tudunk valamit kezdeni, de hát szerintem ott a lépcső nem, muszáj, valahogy nekünk le kell a liften menni, a liftet kell valahogy használni, Gergőnek van egy ötlete. Igen, ezt mondtam, hogy a liften keresztül, ezt mondtam, a liftet valahogy, igen, el kell vágni ezeket a warningos figyelmeztető kis szalagokat, és utána szét fogjuk feszíteni az egészet. Na jó, erre kíváncsi leszek. Srácok, 3, 2, 1, és let's go, sikerül, én lefelé akarok mászni, nem fölfelé. Uram, atyám, csak fölfelé lehet menni. Hát 5 emeletet nem tudunk leugrani, egyet se tudunk leugrani. Megpróbálok valahogy lelesni, de úgy tűnik azt, hogy nekünk most itt kell venni, és 56... Az angyal az anyja. Ezt majdnem benéztem, bocsánat, egy kicsikét kiabáltam, de itt most... itt most majdnem el kellett mennem WC-re. Azt, ez nagyon durva, azt hittem belesek ott a lyukba. Hát annak nagyon nem örültem volna, szépen mászok, én még az utolsó. Sajtok, várjatok meg. Jó, oké, okay, föld meg, oké, okay, megjöttem. A tetőn vagyunk. Tetőn vagyunk, szépen itt gyorsan átnézek mindent. Be tudok-e menni? Föl kell menni, jaj ne, ugye boss fight nem lesz. Ugye tényleg, ne legyen boss fight, nekem csak egy zseblámpám van. De legalább az a tudok világítani. Figyeljétek, itt vagyunk. Ó! Oh! Bocsánat, sajt Puki, ide pukizta, bocsánat. Na jó, nem viccelek, ez most Billy volt. Billy ide spawnolt. Hú, na jó, oksa. Szevasztok játékosoknak hív minket. LOL, és megint olyan bugos, és végre most ne olvasz velem össze. Már figyellek titeket egy ideje, azt mondja Billy. Figyel minket egy ideje? Mi szeretnél tőlük, azt kérdezi Ádámka. Hogy mit akarok tőletek?
Sejtelmesen azt mondja Billy. Ha! Ha! Furcsán nevet Billike. Hát ez egy kicsikét furcsán beszél. Ha-ha-ha-ha. Most már normálisan túl. Ő szerintem egy ilyen robot lesz félig. Azért beszél ilyen közömbösen. Ha-ha-ha. Hát meg ne nevessé. Ne. Uram, atyám, ez egyre jobban nevet. De csak nézzetek rá. Hát olyan aranyosnak tűnik, nem? Hát egy kis pálcika ember. Olyan nem ártana a lénynek se. Az közben egyáltalán nem. Én elméletileg azt mondja, hogy én semmit nem akarok tőletek. Az komoly. Billy! Hát hány próbán át vittél minket? Hány ember? Konkrétan 12-ből 5-en vagyok! Billy! Ezt most sem muszáj, hogy megmagyarázd! Ezt meg kell, hogy majd... És nem mond semmit. Nem mond semmit egy ilyen után? Most nagyon ideges vagyok Billyre. Tudod, hogy mi... Tudod mit? Azt mondja. Nem tudom, hogy mit akarsz mondani Billyként, de ez nagyon nem volt oké. Báld meg, hogy mi van már. Hú, de sejtelmes ez a gyerek, ezt halljátok, egy pofon kéne neki, nem? Visszaszívok, muszáj, hogy elvegyek tőletek valamit. Kőfalak titkai, köszi a feledkezést, a lelketeket akarom. Mi? Billy! Billy! Le! Le! Akkor mit kell csinálni, olyan kis izé, egy madzag gyereket, tőle nem tudok elfutni. Hova kéne szerintetek most menekülnöm? Vagy most mit csináljak? Én eljövök a sarokba. Azt mondja, hogy elveszi tőlünk. Uram, atyám. Oszta! Jó, oké, akkor ez most egy ilyen kis ügyességi feladat lesz. Oké, Billy most engem akart. A többiekre is folyamatosan lövi ki a tűséget. Folyamatosan, ha? Oké, Billy. Figyelj, és miért engem néz folyamatosan? Jó, szerencsére most nem. Oszta, ez félelmetes. Szépen megyünk tovább. Hát azt mondja, hogy most csak hárítsátok az elkerülhetetlen Billy! Meg fogunk szökni. Nyomjatok ki like-t, szeretnétek még sztori éladásokat. Wow! Húha. Ezzel most trükközni kell. Oké. Trükk. Úristen. Már nem elkapja a popót. Oké. Megszúri, az not okay. Jó. Az utolsó pillanatban. Mindig kitél. Kitéltem szerencse. Jó, megvan. Bi. Oho! Hagyjál már! Ez a Billy, ez OP, azt könyv, hogy a Billy OP. Azt mondja, hogy én meg tudlak titeket támadni, de ti nem tudtok engem. Azt vesszük észre, hát pedig azon vagyunk. Na jó. Hát ez a Billynek milyen fegyverarzenála van ellenünk? Fölösleges, hogyha elmenekültek most. Én akkor is neki megyek. Lement a HP, mert hozzáértem. Jaj! Bakker kulacs. Jó sok HP-n fogyott, ez nehéz! Csajtok! Igyekezzetek, ugorjatok ti is! Ez elég nehéz, most jönnek ezek a cuccok felé. Haló, donételtem. Csaba, Tóth. Bocsi, hogyha nem láttam, és köszi, de szerintem nem donételti, azt nekem írta volna. Hogyha nem vettem észre, akkor bocsánat. Ugye tudjátok, hogy ez csak egy játék? Jaj, ne! Megint ezek a cuccok jönnek. Oké. Milyen jó, ki tudom kerülni. Ez azért súrolta. Még egy plusz sajt, most még együk lett a sajton a fejemen, oké. Ezt ki tudtam kerülni, csak szépen furcsa, okay. Ez a Billy, ez nagyon OP, jobb. Te hallod megint, a végén kell, nagyon fontos, a végén kell. Vigyázzat sajtok, oké, ezt ki tudtuk kerülni. Hogy élőzöl? Szünetekben nagyon sokat szoktam élőzni, és imádok élőadásokat csinálni. Szeretitek amúgy az élőadásokat? Hiszen akkor lesz még, szerintem holnap is lesz délután egytől élőadás. Aztán hétfőn, kedden, mondjuk szerdán, mit szóltok hozzá, hogy tök sok élőadást lesz így a tavaszi szünetbe. Iratkozzatok fel, és a csengőt mindenféleképpen nyomjatok be, hiszen akkor nem tudtok lemaradni egy élőadásról se. Szóval akkor most ezeket gyorsan kikerül, de hogy kéne, írjatok ötleten, hogy tudnánk megsebezni Billyt? Mert oké, hogy most kerülgetjük ki most így a csapásait, de mit tudunk akkor kezdeni, hogyha őt meg kéne valahogy támadni? Mert egyszerűen, egyszerűen fogy a HP, és valahogy nekünk meg kéne támadni. Hogy kéne, srácok, segítsetek? Hogy mondjuk, azokban ezen nem tudok semmit, vigyázzatok, jön a következő felvonás, azt mondja, hát az nagyon jó, most és hova tűnik? Jaj. Billy Bogyó, menj arra, Billy Bogyó. Én most próbálok tökre messzire menni tőle, hogyha még egy ilyet csinál, akkor az nem lenne. Itt a tetőn aztán jó sokat harcolunk most vele, már vagy 10 percét harcolunk. Azt a tetőn is olyan gyorsan is nyomja ezeket a kis cuccait, kis lézerfürdőt.
hogy nem is mindent lehet kikerülni, oké? Okay? Megvan. Köszönöm, mindjárt 400 like, legyen meg a 400 like, sajtok! Nem adjátok fel, ugye? Nem adjuk fel! Kéne valót találni valamit. Kéne valami fegyverzetet találni. Nem tudom, valami gombot keressük, azt mondjátok gombot. Nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás, fogalma sincsen. Folytatja tovább a támadást, aminek nagyon nem örök. Megnyomtam egy szabot, köszönöm szépen, iratkozzatok fel, és végre! Na vajon mi történhet egy új helyen? Oszta! Hát ez ki ez a bolondos? Mekkora noob? Ó! Srácok, fél HP-n vagyok. Hát ez bonyi. Hát ez nagyon bonyi. Oké, elmegyek a másik irányba. Oké, csak szépen. Azt hittem. Ádám Kának annyi! Négyen maradtunk! Oh no way! Ez nagyon nem oké. Nekem is már csak 53 HP-n van. És nem reggel. Ki ez a noob, aki így segítek? És miért nem nekünk segít ez a noob? Hát ha majd lecsapja ketchupnak, az tök merő lenne. Kösz Csaba, ha fel vagy iratkozva. Köszi! Mész ott csókodni? Persze, állat csókodni muszáj, nagyszüleimet. Persze. Hát az persze. Ti mentek locsókodni, vagy lányok hozzátok mennek locsókodni? Nem. Te kilépsz. Azt mondja Billy, nem lépünk ki. Billikém, nem lépünk ki. Én. Úgy lassan beszél, most már nem tud beszélni. Szerintem elfogyott az energiája. Én kilépek. Elfogyott Billynek az energiája. De tegyetek meg. Egy szívességet, hogy kiléptek a játékból! Nana! Azt mondja, hogy ne menjetek a közelembe, és nehogy rám másszatok! Srácok! Mi legyen? Kilépjünk, vagy másszunk föl? Másszunk, vagy lépjünk ki gyorsan! Én szerintem fölmászok, nem érdekel, nem lépek ki! Fölmászok Billynek a fejére! Gyertek! És ledobott, miket? Na mit fog szólni? Na, ne szórakozzatok, ma azt mondja, Oksa! Reportolni lehet a játékon belül. Ki tudjuk a saját játékából tiltani Billyt? Jaj, ez nagyon király lenne, Billykém! Figyeljtek már! Állj meg, te bűnöző! Azt mondja valaki ismeretlen! Ki ez? A Roblox tulajdonosa? A te terrorizálásodnak itt a vége! A Roblox tulajdonosa eljött? Hogy megmentse minket? Felrobbantotta Billyt. A Roblox tulajdonosa mentett meg minket! Azt mondja, hogy engem nem fogsz elfogni! Uram, atyám! A Roblox tulajdonosa mentett meg minket Billytől! Csak itt tudtunk megszökni! Most már biztonságban vagytok, azt mondja a Roblox! Hú, kitiltottuk Billyt! Örökre, most már nem térhet vissza a Roblox világába. De durva, most már senki se bánhat. 2-5-en maradtunk, 7 emberen múlt. 7 embert elvitt innen Billy. Azt, és itt vannak az első Roblox játékosok, akiket megmentel. Most már vége van, megmenekültetek. Azt mondja, hogy egyelőre. Hát ez aztán a végére megbízható volt, vagy hát megnyugtató volt. Good ending! Sikerült a good endinget, látjátok a jobb sarokba! Billy story! És látjátok, itt van, ők estek ki! És mi éltük túl? De jó, kirázott a hideg. Megmentettük a Roblox világát Billytől. Nem volt könnyű, de megmentettük. A zseblámpám mutatta a fényt az éjszakába. De... Na jó, nem. Sok rövidenre nem kellett vigyelni. Nagy, ez durva volt. Megmentettük, srácok, az egész Robloxot a Billytől. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sehova, de sehova nem menjetek. Csak nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel. Mit szóltok hozzá, ha most Brookhaverözök egy kicsit, és megnézzük az új áldítet. Szeretnétek, hogy legyen Brookhaver, vagy legyen vége az adásnak? Mert még szerintem, hogy fél órát simán játszhatunk. Mit szóltok hozzá? Legyen egy jó kis Brookhaver? Én azt mondom, addig még vetölt, iszok egyet. Ez nagyon-nagyon durva volt. Áú, kiöntöttem a vizem. Áú, tiszta víz az asztalom, segítség, help me! Help me! Kommentben majd írd le, silkes lány, a Roblox neved és bejelöllek. Igen, a sajtagokat be tudom jelölni itt a Robloxon belül barátnak. Na, a helyzet az,
hogy itt vagyunk a Roblox világán belül, és gyorsan megmutatok nektek egy titkos búvóhelyet, hogyha véletlenül az előző Brookhaven-es videóról lemaradtatok volna, akkor azt mindenféleképpen le tudjátok csekkolni, és bejött egy új update, amiben nyuszik vannak, mindenféle ilyen kis akármilyen járművek, és akkor most megpróbálunk egy ilyen kis tojásvadászatra menni itt a Brookhaven világába. A sztorinak végét, de nem menjetek sehova, hiszen folytatjuk, mert Robloxozunk tovább is, csak most mással játszunk. Lett egy ilyen gyár, képzeljétek el, lett egy ilyen nagyon-nagyon durva gyár, ahol van egy titkos hely, ahol csak pénzzel a kezedbe tudsz bemenni. Ezt gyorsan megmutatom nektek, csak nem tudom, hogy mennyire lesz alul. Nézzük meg, ez nem az, ez nem, ez not, az not oké, okay. Itt is van, ezt ügyetek. Jöjjön mindenki ide. Megmutatom nektek ezt a trükköt, hogyha ti is Brookhaven-eztek, ez teljesen ingyenes, előfizetés nélkül teljesen le tudjátok ezt hozni, figyeljétek. Szépen bejöttök, én ezt kiítom nektek az adatot, gyertek. Hol amigos, gyertek. Haló, autó nélkül, kiszállás az autóval, kiszállás. Itt az autóban nem lehet, itt nem lehet. És ezt figyeljétek, van ez a kar, ez a titkos kis mikkentyű, ezt elfordítjátok és le tudtok menni. Ennek a háznak van egy ilyen teljes titkos raktára, és igazán ideig már nagyon sokan eljutottak. Csak az a lényeg, hogyha lehaladunk eddig ide már kevesebbel, és ettől még van egy durvább hely, ezt ki tudjátok nyitni ezt az ajtót. Bejöttök, és pénzt vesztek magadhoz. És van egy titkos szoba. Igen, aki nem látta a videót, annak mutatom meg ezt, de nézzétek meg abban, kifejtem bővebben. Van ez az asztal, lehet kockulgatni, és képzeljétek el, van egy ilyen titkos is repedés az asztal alatt, azt most nem találom, mert kicsit sötét itt most a játék, de megnyomjátok a gombot, és le tudtok menni egy titkos aktákat tartalmazó helyre. Haló? Mi van már a kamera? Itt van! Megvan, látjátok, átváltozott most ilyen szürkére. Ez egy bűnöző bunker lesz, ezt figyeljétek! És ide csak akkor tudtok bejönni, hogyha pénz van a kezetekben. Hova tűnt a pénz a kezed? Haló? Ha valaki kilopta a pénzt a kezembe, hát ez nem állapot. Nem állapot a helyzet, itt a pénz a kezembe. Gyertek be sajtok, gyertek be, ez a legeslegtitkosabb hely, a bűnöző bunker. És ilyenkor lézerfürdőkön keresztül tudtok csak bejönni, és itt vagyunk, valaki szvatos. Azt a még a szvatos is bejött a bűnöző bunkerbe. Oh, let's go, hát ez király. Na, pont annyian vagyunk az adáson, ahogy like van, szóval nyomjatok egy like-ot, valakinek milyen menő fegyver van. Itt van egy ilyen metró hálózat, amit építettek kifelé, meg itt a városról, itt egy ilyen nagy aktatáska, hát amiben iratok vannak, sok minden nem lehet elolvasni róla, csak valami titkos iratok, amiket ugyanúgy fel tudunk venni, és ha hozzájönünk a lézerhez, pénz nélkül, akkor konkrétan kidob minket. Na mindegy, csak ezt szerettem volna mutatni, menjünk vissza a lobbyba, keresünk húsvéti tojásokat. A lényeg az, hogy le kéne hírni valami menő kocsit. Azt hiszem van ilyen prémium, szóval tudok ilyen prémiumos autót talán elő. Oppá, egy quaddal megyek! Haló, miért nem tudom lesz volna, hogy haló, quaddal fogok menni. Ezt figyeljétek, a pré... Haló, azt még egy gyereket szállítok hátul? Hát az mi van velem? Ki ez a közveszélyes? Egy gyereket szállítok a kocsit. Haló, és miért nem tudok beszállni a végre? Egy kis babát szállítok egy quaddal. Hát az komoly, erre azt kell, hogy mondja, hogy ez nagyon durva volt. Na, Ádi Flips, király, persze, hogy emlékszek, ja. Mehetünk itt lefelé, mindjárt 400 like közül, iratkozzatok fel, bemegyünk a központba, és mikor lesz már a végre, mindjárt nappal van, hiszen 3:30 van. Tudtátok amúgy, hogy holnap óráttállítás van? Tudtátok, így ez élőben, nem a Brookhaven-ön belül. A gazdag gyereket kvadozik, azt szorongatja a pénzt a kezébe, az nem semmi. Az nem semmi, itt a Robloxon belül nagyon durva ez a sajtó. Nézzük meg, hogy hol lehet huntolni. Kezdjük elsők az Easy-vel. Easy and Medium elméletileg nem a városokban vannak, és nem az épületeken belül vannak. Oké, Egg Hunt Easy, 10-et kell megtalálni. Ó, hát ez Easy Business, és ezt mindenki csinálja meg a tojásvadászatot, hiszen akkor kaptok egy autót, vagy valamiféle jutalmat, már 4 meg is van. Ez aztán nem volt valami nagy eresztés, meg lesz mindjárt az 5. Oké, 5. megvan. Ajaj, downtown, ott a 6. köszönöm. Itt a központban van szerintem mindegyik nagyjából. Hoppá, ott a 7. már csak 3. Ó, megvan ez is, köszi. És akkor meg kell nézni az utolsó 2. Ott van. Itt az utolsó 7. Hol az utcsó? Merre van? Merre bujkál ez a tojás? Ez az egy tojás merre bujkál? Segítsetek sajtok, merre van szerintetek? Számolgálsz, hogy Brawl Stars legyen holnap, melyiket szeretnétek? Hogyha meg tudjuk oldani, akkor ez a 2 közül lesz valamelyik, délután 1 körül kezdünk azzal is.
ha nem, akkor meg egy másik Roblox lesz, és Robival nyomjuk majd. Stumble legyen, vagy Brawl? Melyiket szeretnétek? Hol van már az utcsó? Van event. Hát igen, ezt a tojásvadászos eventet csináljuk most jelenleg. Hol lehet? Fönt a tetőn nincsen. Ennek itt kéne az egésznek lennie. Inkább Stumble-t szeretnétek, nem Brawl-t. Aha. Néhányan inkább Brawl Stars-ot írtok. Lehet, hogy ide parkozatok, aztán rátatok az egyik tonyásra, azt én fogalmam sincs az, hogy hol van. Valaki vezesse innen ezt az autót. Vezessétek el innen! Követem a srácot. Úgy de menő napszöveged van. Haló, olyan, mint az enyém. Hol a tojás? Na, hát én ezt már fölvettem. Lent a metróba. Hát itt a metróban nincs a tojás. Gyorsan ezt meg kell találni. Muszáj megtalálni ezt a toiglit, hogy ezek merre lehetnek elrejtve. Itt nincsen. Srácok, segítsetek! Segítsetek azt, hogy merre vannak szerintetek. Valaki, aki nézi a streamet és már a sajátot megtalált, és még itt is van a játékon belül, valakinek nyújts virágot. Szedjek valakinek virágot. Ó! Oh! Bolondos sajtó itt van! Ezt nem hiszem, és megkaptam a Juicy járművet! De hogy néz már ki? Itt eventesek alul lesz, nem tudom hol lesz. Megnézem ezt a Juicy járművet, akkor fölkurulok. Lesz, hoppá, leszpónolom. Ez igen, gyönyörű. Gyönyörű Juicy jármű. Ezt már szeretem, még a médiumot a mai adásra megcsinálok, hiszen simán. Simán megcsinálok, mit szóltok hozzá, a következőt is, ezt a médiumot is. A kövi azt szerintem már jobban elszórva lesz. A médium egy autót kapunk, extrém egy ilyen vagány autót, a HD meg egy ilyen furát, de legyen a médium. 15 tojás, húha az anyjal az anyáját, 15 tojásra van szükség, amit gyorsan megkeresünk, oké, egy megvan. Most itt nagyon körültekintőnek kell lenni, gyorsan fölveszem a játéknak, amiért a másiknál nem tudtam, hiszen copyrightos volt nagyon, letiltódott volna. Egy másodperc, újraindítom a zenéket, mert szerintem körbeértünk. Oké, várjatok, itt is vagyok, halló! Oké, itt van, kijátszottuk Billit, így bizony, fönn lesz az egész adás, szóval nézzétek vissza, véletlenül egy percig is lemaradtatok, hiszen nagyon-nagyon jó Obi volt szerintem, Obi, sztori játék volt szerintem. Na, kettő megvan, itt a harmadik, gyorsan befutunk, amúgy tudtok kérdezni nyugodtan, most ha még így keresünk a tojásokat, írjatok a chatre, vagy kommentbe, én meg válaszolok. Itt van tonyás, nincs tojás, közők szépen vissza kell menni. Silkes lány, jobbulást kívánok, hogyha beteg vagy. Én is meg voltam fázva a múlt héten, meg ezen a héten is egy kicsit. Ott a negyedik, el tudunk futni. Juppé, ott a kövi. Juhú, esnek, akkor nézzük át ezt a részt. A bokorban van, hát valószínűleg, ja, a bokorban elég sok lesz szerintem elrejtve. Hiszen ugye még 11 darab tojást kell megtalálni. Szóval, ja, kíváncsi leszek, hogy mennyire könnyen fog ezen, már megvan az ötödik, már csak 10 kell. Épületben biztos, hogy nem lesz, hiszen azt ígérték, hogy épületen belül nem lesz. Nézzük meg itt a háttérnél, én azt mondom, hogy legyünk egy kicsit hatékonyabbak, megyek gördeszkával. Megyek menő gördeszkával, körbejárjuk itt a vidéket a gördeszkával, mit szóltok hozzá? Autómosóba átmegyünk, hoppá! Lemossuk itt magunkat meg a gördeszkát, egy gyors fürdés. A növényeket nézzük, hogy ez mi? Fill tanks, itt lehet tankolni. Hogyha olyan járművel jöttünk, itt simán lett tank, nem is tudtam, hogy lett ilyen. Nekem is fáj a torkom sajnos egy picit. Most, hogy így sokat beszéltem, ilyenkor néha szokott egy picikét, de följövünk ide, hiszen szerintem ezen a részen most úgy nincsen. Menjünk itt az Oaks-ba sincsen, azért még 10 kell. Azért még kéne, hogy elrejtve legyenek dolgok, esetleg bemegyünk a közömbra. Hoppá, ilyen a magasságokból körbenézünk. Itt aztán tud kerülni, hoppá, ott van. Tud kerülni, ez a Brookhaven nevű játék. Mikor jöttek megint a Balatonra? Hát, ezt így előre nem tudom megmondani, hogy mikor megyünk. Ez egy nagyon jó kérdés, most egy hirtelen, bocs, de nem tudom megmondani. Itt a kövi. Oké, itt a diner környékén talán van még. Itt biztos lesz a sikátor, tudtam! Itt mindig van erre, te közt, hogyha lájkoltok. Már csak 7 darab kell. A sikátor is megvan, az iskola. Hoppá! A bank így le van, betöltek a bankba. Én megpróbálok bemenni a bankba. Haló? Befutottam. Jó napot! Get cash. Van nálam most pénz, szóval most nem akarok kivenni. De durva. Elizétek itt az ajtót. Nem tudok fölmenni. Wow, figyeljétek már. Az komoly. Ajaj, itt meg nagy lövöldözések vannak, akkor húzzunk ki. Most egy békés szándékkal jöttünk. Mi tonyás keresésre vagyunk, most békés szándékúak vagyunk.
Keressük szépen, hoppá, itt a piros, itt a következő király, megvan a 9-dik, már csak 6 kell. Hoppá, itt a kövi, ez az, már 10, már csak 5 van. Lesz Minecraft? Most nem lesz Minecraft a mai adásban, de majd lesz Minecraft, persze. Szerettem a Minecraft, a mincecraftot, a jó kis mincecraftot, szóval lesz még, hogy kell csatlakozni, a csatlakozás menüpontra kell kattintani. Hogyha a sajtok szeretné lenni, ha a játékban, akkor meg be van telve valószínűleg a szeró, azért nem tudsz csatlakozni. Ó, azt hittem a gyerekre, hogy tojás. Öcsém! Kisbabára azt hittem, hogy tojás lesz, de hát nem igazán tojás volt. Megvan a 12-dik, már csak 3! Ú, jaj, ne a temető részre, a temető részre vagy ott tettek? A sajtó mi tetszik nektek a saját játékom? Lehet belépünk oda és mit szóltok hozzá? Hát itt nincsen a temető, már csak 3-at kell! Már csak 3-at kell megtalálni! Vajon merre kószálnak? Az ott mi az ott fönt? Az a repedés ott fönt a kórház tetén. Merre kószálnak a tojások szerintetek? 3 kell már csak! Youtuber leszel, na hajrá! Lesz GTA Live Robi? Jaj, a szünetben mindenféleképpen... Ott van abból 2! A 3-ból! Szünetben mindenféleképpen lesz GTA adás, az valószínűleg jövő hét közepe felé. Így bizony, így hoppácska meg is van! És hoppácska, nektek mikor lenne amúgy a legjobb? Mikor értek a legjobban, hogy hánykor legyen élő adás? Az utolsót kell már csak megtalálnom, szóval délután 1, vagy délután 5, vagy írjatok egy számot, és akkor mondjuk ahhoz alakítom, hogy mikor kezdődjön az élő adás. Már csak egyetlen egy darab kell! És itt van! Ho-ho! A médium teljesítve! 15-ből 15! Egy új autó, gyorsan nézzük meg, hogy milyen azta! Azért vagány a gyerek, azért vagány! Egy ilyen kis buborék autó, hogy megy, nézzük meg! Amúgy tudok egy trükköt, nem biztos, hogy működni fog. De kipróbáljuk, hogy itt ez az autó, és hogyha a propok közül lehívtok, képzeljétek egy létrát, felálltok gyorsabbak tudtok lenni. Én ezt csak úgy láttam valahol, mert nekem még egyszer se sikerült sajnos, és hol a létre a kezemből? Nektek délután 1, jó, délután 3, délután 4, délután 3, ez a délután 3-at úgy tűnik rengetegen írjátok. A délután 3 az egyik legjobb időpont, a délelőtt nektek amúgy nem jó éladásban, akkor elfoglaltak vagytok, vagy nem úgy értek rá, nekem a délelőtt is oké. Igazából jövő héten lesz olyan, hogy délelőtt lesz néha 10-kor az éladás, vagy 11-kor, és akkor figyeljetek, ez a tastics, hogy elméletileg így tudtok gurulgázni. És ha nagyon sokáig gurulgáztok a hátsó kereketekkel, ne lökj a rém! És ezután ezt elveszitek, akkor gyorsak vagytok, és po! Vagytok, és a... Na! Besült, valaki oda tette ezt levizetben, besült! Besült! Hihetetlen! Szóval akkor délután 3. Oké, ezt átgondoljuk, és akkor lehet, hogy délután 3-kor lesz holnap, mit szóltok hozzá. Szóval mindenféleképpen nézzétek a csatornát, holnap 2 új videó lesz shorts videó is, illetve lesz éladás is, vagy videó is, szóval mindenféleképpen nézzétek, lesznek királyságok nagyon. Szóval én azt mondom, hogy ezt a részét megnéztük, játszunk egy másodpercet a saját obimmal. Még egy 10 percig simán nyomhatjuk az adást, utána kell mennem, mint mondtam. Sajtó 32, Escape, Sajt 32 obi, játszik is vele valaki, és 30 ezeren végigjátszottátok, az amúgy nagyon durva. Nem is gondoltam, hogy 30 ezeren végignyomjátok. Befavoritesztitek 143 és 135-en lájkoltátok is. Escape Sajt 32 obi, az a játéknak a neve. Hát az a baj, hogy a checkpointok nem mindenhol működnek, ezt én is észrevettem, és erre nem tudtam még rájönni, hogy miért. Ráugratok erre, apá, látjátok, most így másodjára adta be valamiért ezt a checkpointot, mert most már írja a deszteket is, ide fog spórolni, itt a sajt golyókat szépen felugrálok, jaja mindenki, itt beférünk, itt 50-et talán beférünk. Szóval ja, a checkpointok azok nem mindig teljesen jól működnek, az a probléma, de ha eddig eljuttok, innentől elméletek most már úgy tök jól működnek a checkpointok. Próbáltam, lesz, van a focipálya, focizunk egyet a focipálya. Szereted Sajt 32 videóit? Hát, hogyne? Hogyne szeretnél? Kivel videózik sokszor Sajt? Ádám, Tomi. Nehéz kérdés, srácok, melyik az igaz? Zöld vagy piros? Melyik az igaz? Hát én a pirosat mondanám, miből van a hold? Sajtból, természetesen nem hódból, ügyes vagy, köszönöm szépen, bált már 5-ször leesett, itt csináltam ilyen számlálót, ami írja, hogy hányszor esetek már le itt a pályán, és szépen van egy csúszás, na, vigyázz, veszély, innentől nincs checkpoint, így van, hogy ezt a részt választhatok, itt nincsen checkpoint, úgy kell ám rá figyelni, úgy kell erre figyelni, nincsen checkpoint, vagy gyertek után, uramatyám, mondd, hogy működik a trükkem.
Működik a trükköm, ez az! Sajtsárga! Működik a trükköm! És... hú, oké, már nem emlékszem, hogy melyiket csináltam, oké? És... ott, hogy működik. A kék lesz remélem. A kék legyen. És az nagyon jó. És itt focizok Ronaldo, vagy csá Ronaldo. Szervusz Messi, mi a helyzet? És itt vagyok én a papucsban. Ezt én építettem ilyen, hogy a papucsban legyen a csajt. És abban focizik. És akkor gyertek, focizzunk. Focizzunk, srácok, 1v1 bad. Viszem, Ronaldo, és... Ááá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  Ennyi volt, a labda az nem spawnol vissza, azt elfelejtettem megcsinálni. Ne! Ronaldo szűl! Ez majdnem szűl lett belőle, de nem lett szűl. Szűl, nem lett belőle szűl. Vehetünk szépen ide, hoppá, ugrás a sajt, akkor ugrándozunk. Ide nincsen checkpoint, mindenki úgy ugráljon. Hoppá, oké. Okay. Feldob nagyra, oszta te! Az egész mapot beugrom. Egész mapot beugrom, oké. Okay. Úristen, mennyien vagytok az elején, mert... És nincs checkpoint! És nincs checkpoint! No, vép! És miért rakott az elejére? Látja, ezért mondom, hogy miért nem működik? Végig jól működött a checkpoint rendszer. Ezzel valamit még kezdenem kéne, de igen, itt amikor blokkoljátok egymást, itt azért vannak turpisság. Én nem mondtam, hogy könnyű lesz ez a pálya. Én nem mondtam, hogy könnyű lesz. Én nem. Gyorsan, igen, szeretem a videók, és most elmegyek a másik irányba. Elmegyek gyorsan a másik irányba, ott lesz, hogyha jól tudom, még egy. Gyorsan meg, a Breaking Story 2-t már kivittem. Hát remélhetőleg működik most már checkpoint. Kipróbálom, figyeljétek! Messengerre nem szoktam írni, ne haragudjatok. És működik a checkpoint, vagy nem? Léci, működik! Most meg működik, mondom. Valami ilyen kétszer kell, vagy a lassan érzékeli a checkpointot, nem tudom miért. Breaking Story-t már kivittem, mind a kettő verziót, az egy nagyon-nagyon jó játék. Szépen csúszás, és azaz! Innen akkor most megyek, a könnyebb utat válaszunk. Azt te, ide-oda, férgelődök mindenfelé. És akkor így, ugrás, hoppá. Jó, király, óvatosan. Néha nagyon picit dob csak fel, óvatosan. Jó, oké. Bolondos sajtó. Hogy lehetsz ilyen béna, a saját pályát nem tudod kivinni. De nem vagy, itt már volt checkpoint, és végre működött. Mondom én, ez sokszor nagyon-nagyon jól működik. A checkpoint, de sokszor meg nagyon gagyengon valami. Oké. Okay. Ne blokkoljuk egymást. Csak a széne. Siker! Hú, oké. Okay. Na most, vegyük fel a checkpointot. Itt a nagy katonai akciók vannak, szóval itt óvatosan. Katonákat nem bántani, nagyon óvatosan. Jó, szépen felvettük. Kowalski. Közlekény, menjünk szépen. Mert betelt a szeru, azért nem tudtok joinolni. Mert rengetegen vagyunk. Na itt, ez itt nem könnyű rész. Ez direkt nehézre csináltam itt. Itt turpisságok közepette vagyunk. Ez nem könnyű ez a rész, ajjaj, nem. Legyen stámbül sajt ma? Nem, ma nem lesz stámbül sajt. Valószínűleg, hogyha az lesz, akkor az holnap lesz, leghamarabb lesz. Egy jó kis stámbül sajt nyitogatunk, mit szoktuk, hogy a pörgetgetünk. Egy jó nagy pörgetések jönnek, meg ilyenek. Megnézzük, hogy amúgy ez nem kéne ilyen nehéznek lenni, szóval nem tudom, mit izélek vele. Ennyire, amikor ezt tesztel, ugye ezt rengetegszer leteszteltem, hogy működik. Ott egy másodperc alatt kivittem ezt a részt körülbelül. Amíg itt sokan vagyunk, azért ez kicsikét bonyolultabb. De amúgy hozzá se érek. Na végre, ezt mondom. És itt föl kell menni, nagyon fontos. Sokan nem találtatok, itt van egy easter egg amúgy, csak szólok. Itt le lehet pedig kakírni, le lehet ülni kakírni, de itt fönt van ám egy easter egg, csak úgy mondom. Ez a noob tojás. Ezt nagyon sokan nem találtatok meg, itt van fönt egy noob tojás. És akkor ott azt le lehet itt csekkolni, és akkor itt fölugrotok. És akkor innentől lesz egy újabb obi rész. Ki kéne javítani az obit? Hát csak az első része olyan kicsit zagyva. Mert hát akkora a szoba. Szóval nem akartam 8 méteres szobát csinálni. Hányan vagytok ott az elején? Azt a jöttök ám ott az elején. Gyertek, be van telve szerintem a szeró. Pici Maci, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy sajtag lettél. Elképesztően menő vagy. Köszönöm szépen a sajtagságodat. A csatlakozás menüponttal ti is tudtok sajtok lenni. Itt kapcsoljatok ki! Haló, jó, lézer kikapcsolva, köszi! Lézer kikapcsolva, nagyon szépen köszönöm, Pici Maci, most már tudod használni a menő emojikat. Minden, melyik útirányt válasszuk? Én azt mondom, hogy yes, menők vagy! Legyen meg az 500 like, köszi, hogyha nyomtok egy like-ot. Én mondtam, hogy menők vagyunk, szóval kivisszük itt! Szép volt, sajtógám, szép volt! Szép volt, gratulálok. Itt
Jó, oké, tök jó. Hé, valaki arrébb. Topa arrébb lökött, Topa. De ez olyan easy, nem tudom mit izélek vele. Ennyi az egész. Hát ez komoly. Akkor megyek, nem érdekel, megyek a jobb irányba. Amúgy kiszabadítottátok a többieket itt a börtönbe, hiszen van itt börtön. Láttátok, ki van itt a börtönbe? Hát Tominak a profilja, a sajtalőzkető Robloxodik, amivel ő szokott játszani, amikor itt van. Szóval őt kell kiszabadítani, itt meg a másikon Robi. Mit állott a Robi? Hát nekem a börtönbe kéne lennie. Valaki kiszabadította ilyen hamar Robit? Az komoly. Merők vagytok, már is kiszabadítottátok, nagyon-nagyon jó. Gratulálok, végigvitte a játékot, köszönöm szépen. Kösz sajt, rendes vagy nagyon. És de ide felálltok, akkor nagy sajttal tudtok és aranyos kupakkal egy képet csinálni. Rengeteget elküldtétek Instagramon, ott Ronfaugnor a nevem, ott be tudtok követni, illetve e-mailben is tök sokat elküldtétek, itt le tudjátok egy képernyőfotót, és már is van egy menő selfitek velem, itt a játékon belül. Ha élőben szeretnétek selfizni, akkor meg tök sok olyan videós találkozón tudtok. Hévízen leszek hamarosan, sok Oceanbe, meg még majd elárulom nektek, hogy hol. Hiszen még van egy-két titkos, gyorsan megfürdök, meg kell, hogy fürödjek, srácok. Megizzadt a bocsi, meg kellett, hogy fürödjek, és akkor woohoo! Ezt amúgy nem tudtam megcsinálni, hogy miért nem ül rá. Szóval ez ilyen furcsa. Pedig pluginok, meg minden van rajta, szóval nem tudom miért ilyen, de császtok! Szevasztok, srácok, itt nézzük, hogy a többieknek vajon sikerül-e az első checkpointig? Vajon sikerül az első checkpointig? Megcsinálni, megnézem, hogy 58-an vagyunk fent. Az igen, meg 2 szeró is van. Értem, 58-an fönt még a szeró. Nagyon ügyesek vagytok, nagyon királyok vagytok. Az van, hogy szerintem itt a saját Obi-Wan zárnám ezt a mai éladást, hiszen a lényeg ugye az volt igazából, hogy a Billy-nek a sztoriát végigvittük, meg tudtuk menteni a Roblox játékot egészétől, hiszen Billy, hát elég sok ember elbánt, de mi szerencsére tudtuk győzni a Roblox főnökével. Nagyon-nagyon remélem, hogy élveztétek ezt az éladást, hogyha így volt, akkor gyöjjétek egy hatalmas egy lájkot, mindenféleképpen iratkozzatok fel, és nagyon fontos, hogy holnap is találkozunk egy király videóban, és egy nagyon-nagyon király éladásban, szóval legyetek jók a következő élőben és videóban találkozunk. Addig is nézzétek a többi videót, hiszen nagyon-nagyon sok jó videó volt most rába. Legyetek jók, na, csákás sajtok!